Üdvözlöm a kedves nézőket, folytatjuk a Hogwarts Legacy-t, megpróbálkozom azzal, hogy kontrollerre mit művel a játék, hogy kis egy állat, bár megint csak a reklám, hogy külön egérrész, a folytatás. Ugye a legutóbb az első rakpróbát teljesítettük, most folytatni fogjuk. Küldetésünk itt fel megvolt. Menjünk állattanórára. Oké. Le kell mászni. Képet létrán. És akkor erre fog le. Na, ahol a Hogwarts. Nagyon zavar sok vizet. Arrafele érdekes volt az a fény, hogy betöltött, de sok titok van még Roxfordban, amit nem láttunk. Biztosra veszem. Eljövünk erre. Le. Egy balkanyag. Erre. Első állattanóránk lesz. Idézőpudorra el sem teljesítve. Szintén nincs meg, mert nem csináltuk meg. És igen, nem nincsen meg az FPS számunk egyébként a patvarra. Hogy fenn tudja, várakozzunk. Van új nap. Azon gondolkodok, hogy Nvidia Driver Update volt, mi változott a világba. Controller ideig volt érdekes. Adottságokban van 3 pontunk. Ezzel is foglalkozunk lehet. Hogy mi állítódott át, ugyanis konkrétan olyan szinten beszegszik a világa, hogy kell. Első műtárs. Jó. A minőség. A grafika szemlet cserébe van 40 fényrétük. Nem tudom, miért nem hajlunk azt megtartani. Mennyi teljesítményre. Hát így is ott megy, akkor fenn tudja, hogy mi van, mindegy, kezdjük a küldetés. Welcome everyone. Hovin professzor, üdvözöl minket. You've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy. Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. Az mindegyik ártalmatlan. És egyből kinyalta a szemét. Ördög ilyen csúszott lehet a nyelve. Geraldon gyakorolhat. És ez Gerald is. Tudja? Jó. Gondozó kefe.
I like to think it enriches his experience. Igen. Jobb, jobb. Kefére. Állatok ápolására szolgáló kefe. Erté hosszú oddalrendel. Hova tegyük? Tegyük. Tudunk váltogatni a pontokra. Jó, hát szerintem azt rakjuk be akkor ide. A Y helyére. És akkor Y. Nagyon örülök is bolymók neki. I'm sure he feels much better. I think párolgott ki. Would you mind giving him some beast feed? Ugyanazzal a metódussal hozzáadjuk. Ezek akkor olyan pontok, amik amúgy nincsenek meg. Jó, hát a B-t eltüntetjük. Tessék, kaja. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Szerinte puding ízesítésű. Azzal. We can safely say that Gerald likes you. Gerald megkedve. That's good news. He seems very nice. He is. Janita. Kindness is one of his best qualities. Right after elhivatottság és a tisztaság után a legnagyobb erénye a kedvesség. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the measles in the farthest pen? This way, the measles are over here. Mormon csapat van. Mormontok. Ilyen dagadt macskák. Azért murmur. Oh, couple of measles whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honey Jukes. Egyből pénzt próbál szeretni. Nem adja oda a pizza. Oké, pépi. Bocsánat, nem tetszik. What are you doing? Tuss, tuss, peculiar poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. Nem lehetok itt leadni a vakedavrát? Megmondtuk, hogy nem volt vicces. Let's go. Pörpőr. Okos macska. Ránk nem támad. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Ő volt Persephone. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the measles, just as you did with Gerald. Másikat kijelölni? Melyik volt a Persephone? Semmi? Professzor asszony, valamit arra, hogy itt letenálják a nálatokat, gyepálják? Assist Miss Sweeting at the measles enclosure. She will need help brushing and feeding them. Miért kellene neki segítség? You will find it is similar to your work with the puffskins. Oké. Bejöttünk. Epsilon. Oké. Másik is kap. Mindegyik cica szereti, hogyha a bundia ki van keféllel. Oké. Harmadik. Az amúgy vicces, hogy a Beken a fölvétele jobb a kép, mint előttem a kijelző. Tessék, Zabi. Arra jövünk, ő is kap enni. A measles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. És ő is kap. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Where is the Dilipol Fioka? There you are. I would like a moment, please. It's a megsimogat. Nem lehet közelebbről, nem. Akkor jó. Menjük a tanárnőhöz, azt mondja. A kettőt meg le kell mehámézzuk. Where are the lions? I would like to see a huge dwarf lion in this class for once.
ez se normális. Itt vannak a dirtilók. Ciao Darwinka, kefélés szereted? Úgy tűnik, igen. Kapsz tenni. Szép messziről. Közben akkor átváltunk el. Te is kapsz kefélést. Akkor van két nagy, két kicsi. Várat éppen elfoglalt. The animal is busy. Az. Jó. Te. Ő neki is tetszik. Oké. A taranyos, hogy a levegőbe elkapkodja a hamit. Nem te. Kicsinek adod a ujjúj. Ez is. Az nice. Ez is kap. Ugye ezek a teleportálók. Szintől függetlenül vannak. Ez hím. Az is hím. A nőstény. Az hím. Hát, hárman egy ellenében. Oké. Azért nem akarom most a többit megetetni, mert szerintem ebből is túlmentünk a küldén, és lehet, hogy elrontottuk. Hello, professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beast lesson? Milyen volt az első óra? Kagyim volt megrajzolva. Veszélyeznek az állatok. Ez kamu. Jó. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly. Which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. És te hogy akarsz intézteni, mikor ott se voltál? They're nearly as bad as the savages in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Halott állatokban potlen nem csak nyersanyag padarlás, az biztos. The ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Oké. I need to talk to you. Come here. Beszélnem kell veled, gyere ide. Mi az, hogy beszélnem kell te, amit beszélni akarsz, nem? Érdekes. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome meglepetéssel szolgálod, az mi vagyunk ezek. That's what we decided it meant. Mégis úgy döntött, ezt jelent. Watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. Okay. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Lead the way. És akkor... Elfut, ja. I wouldn't take just anyone there. Ja. Mi leszünk az első, akit oda visz. Really? Okay. Well, thank you. Először is golymagot letettem. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Golymagkölykök. Figyelnék le a hosszú nyelvükre. Kérdő, hogy elkapkodja. Akkor ez. Jól látom, itt csak ketten vannak. Ő is kap enni. Egy nőstény. Hova tűnt? Itt van, az meg egy hím. Oké, nem kaptok többet, mert dagadtok lesztek. És Gerard már meg lett tetetve. Már most a Revelio az hogy jön ki?
mean? Meg ezzel célzunk. Ezzel gurulunk. Ez a küldetés leírása. Hogy tudunk reveliódni kontrollára? Amúgy. Oké, revelió balra, de hát hiába nyomtam. Hát semmi. Nagyon reveliódni. És így? Így se jó, akkor itt nem lehet reveliódni. De elokkod be azt a kis törét. Nincs revelió, kész. Elfogyott a revelió. Hát akkor kövessük. Sunk. Nincs is messze, elvileg itt a tiltott rengeteg. Quite the weather we're having, don't you think? Where are you taking me? Igen, szép időnk van. It really is much better if I just show you. Roxport tiltott. Egyszerűbb lesz neki megmutatni, mint tudjuk, hogy mi az. It's just ahead. Ez itt, a lámpás. Ezt begyűjtjük. Ezt is. Revelio még mindig nincs. Oké. Animáció jön. Stand back. Azt egy griff. Éles hát. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Kell hajolni, igen. Na, kell nyomnunk valami. Erre, left, right, left. Hajlunk. Maradjunk lent. Úgy, visszahajol. És egy pörgőrugásból kapunk egyet. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. Na, megtanultuk, mi az a hippogriff. Russia, if you'd like. I come and check on her every once in a while. Megszólsz hozzá. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. Jaj, de tetszik neki. You wouldn't know from looking at her. Kapsz enni? But she's a dreadful busybody. Hogy nyeles? Az kettesével tud enni. És itt is hagy minket. Pillangó meg bele rakadott a kamerafókuszba. De szerencsére nem nyert. So, what did you think of Highwing? Pompás. Beszült lettem tőle. Pompás. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Ennyi, mert ha nem, hát akkor sok minden nem tudunk kezdeni, mert... Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, ennyi gyorsan megszereztük a hippogriffet? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story. Hát az úgy volt. But I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and well, és már megint gondolom vele. Fine, until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seems to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howen, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. Ez alig ha gyanús.
Sejtelmesen. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Kiderült, hogy WhatsApp. Jó lenne utána járni. That's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Hogyha találtál valamit. Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Ennyi? Na, ez is meglett. Állattan óra kész. Ez most már működik a Rebellionunk is. Akkor a script tiltott, hogy Rebellionozzunk. Megadott területen kellett menni. A prírokba ugyanúgy elérjük utána a dolgokat. Alapos gombácskát begyűjtjük, hogy ezt is. Úgy látom, itt a tóban nincs semmi. Hello, friend. Oh. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Segítséget kell Sirona. As I mentioned, my sister and Mrs. Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her. Menjünk látogatni. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts, by the way. Okay. Hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Robbanóátok, tökéletes. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Na. A szükségszabályos és kötelezően. I've not heard from my uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Ő nem tudom melyik. Minden esetre mindenki tőlük kell segítséget. Érdek volt régió. Kettő. Nem rossz a kontrolleres irányítás egyébként, csak nekem nem annyira kétre. Itt miért is tudunk amúgy följönni? Hova is jutunk? Ez itt a tavolyházhoz visz. Mint kérdés. Okay. Szerintem igen. Szerintem itt bejártuk. Nem. De, de ez itt a bagoly, hát azért van itt bagoly. Revelio. Revelio, amit látok a környezetet. Nem sok minden. Akkor itt nem hagytunk oda el sem. Oké. Nincs-e? Akkor. Nem. Nem követünk küldet, jó? Akkor. Küldetése. Kár Derekkel találkozunk. Sebastian, amit fölküldi. Beleütöm, amit a helyéről. Akkor ez itt. Meghajtófű plusz 3 harci növény egyszerre. Kucsok, barát. Idéző varázslatot kapunk. Boldas ember, de 9. Akkor Edille Ox. Idézzük udvara első. Testint. Szóval nézzük meg, mit akar ez, mert annyira minden. De akkor oda teleportálunk. Csak hogy nyitse legyen. Na nézzük, mit kell itt nyomatni, szerintem ezt a golyós játékot. Na mondjad. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. Hív egy játékra. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. Ügyeségi pár harc. A test of a witch or wizard's mettle. What say?
De ha egy boszorkány és varelló közti harc, de hogy vagy, oké, akkor nincs megszabva, hogy mindenképp különböző neműek. Na nézzük. I'm in. Let's do it. Brilliant. Oké, őket. Invito hozzáadás a varázskészlethez, mert... Oké. De azt szerintem valahol már van. Igen, még hozzá ittuk, hogy az tovább nem kell. Nothing to it. Oké. Oké. Hát szerintem akkor őt húzzuk el. Nem sikerült megállítani. Jó, a kontrollerről ennyit. Látványosan eldobtuk. Eddig gomba. Oké. Csukló múlik, persze. Így se rossz, de akkor ezek szerint a dinájra figyelni kell. Így pont, 20 pont. Jó. Nem tudom, miért tudta tovább erre visszahúzni, neki nem akadt le a bűbáj, vagy mi? Jó, most akkor a hátsót elhúzzuk. Hát lögdöstem neki a más pontokba. Több pontja lett. Győzött. Igen, hurrá! Levander győzött, oké. De akkor ez csak egy ilyen kis játék, ezek szerint nincsen benne a tét. We should have bet a few galleons on that round. Nagyon örül magának. Na nézzük, hát ha. Grand! You could use the practice. Nem tudom, ez olyan, mint a... És ő kell. The ever-changing game. Olyan, mint a... Kívják. A napszeres part is. Nothing to it. Oké, 30. Őt szeretnék elhúzni ebbe az irányba. Gáj meg, állj meg, állj meg, állj meg, állj meg, állj meg, állj meg, bukkadj meg! Ad a vakedavra. Nem lehet rátolni. És belemegy edetlenbe. All in the wrist. Csukló múlik, ne csuklózzál itt nekem, mert napmű volt, de... Én teszek, mit szólsz hozzá? Gyere! Az is le, az is le, az is le, az is le, az is le! Na jó, sétáljunk el a területről. Lehet abba hagyni a játék részt? Nem. Rándabban. Nem baj, bölünk ide egy 50-est. Na, hagyjuk meg. Asszió. Az még ki is ugrik, egy bőrös nagy nulla pontunk lett. Lát már rosszabbat, és ennél rosszabbat a nullánál? Hát azt megnézném. Hogy lehet a nullánál nullát rosszabbat csinálni. Jó, most már le kell győznünk. Grand. You could use the practice. Biztos, hogy nem. Utcsó menet. Summoner's Court. The ever-changing game. A folyton változója. Vissza. Húsz. Come on, Leander. Oh. Tíz. Én nekem az kell. Még egy kicsit úgy tökéletes. That was one for the ages. Orszakalkotó volt, tudom, tanultam. Volt időm gyakorol. Elvégre kétszer vesztettem meg. Jó, próbálj meg még egyet.
arra. Kéne lőgd! Csal! Csal a játék, hallod? Csal a játék. Kilökte a golyó, úgy, úgy ügyes, okos, szép volt. Nekem tetszett. Látod, hogy csal a játék? Minusz 10! Hogy lehet minusz 10? Tenes! Na mindegy, nyertünk 50 ponttal, de hát ez egy ilyen nagyon vagyi bennünk lett. Igen, nyertünk, hurrá, profit. Na? Szerencséd volt, ennyi az egész. Ez nem szerencse volt. Nyugodjál meg! There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. Elég jó vagyunk a játékhoz. I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who played Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Nyilvánvalóan nem vagyok alkalmas erre. Leander, there's no easy way to say this. Well, actually there is. You're not cut out for it. Well, you could have found a harder way to say it. But perhaps you're right. I'll let the others know you're good enough for them. Nem vagyunk elég jók hozzájuk. Hát most besértődött, hát ez buta. Nem lehet megtámadni. Fény gyújtottunk volna az éjszakában neki. De hát nem akarta. Nem baj. Jó, akkor tehez már kellene cuccok, amint jönöm. Van négy, szemipár szobor. Ahhoz kell, még öt. Három seppő, ókesz történet. Jó, hogy csináljuk meg, annyira sokat nem fog érni, de legyen meg. Teleportálunk ide. Ahogy kell. Kontrollert lekapcsolom. Erre nem kell. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Itt húzzuk a receivert. Tudom. Hát a go. Haradunk billentyű egéremmel. Valahogy ez jobban adja. Glad you came. Nem tanították meg, hogy kalapban nem eszünk. Hallod, Bástyát, csak így figyelj, legyél, én elcsorok innen egy ilyen pagettet. Pagettet? De amúgy ez egy zsön fel volt, na ragozd a magyart. Hello, Sorona. I received your owl. Okay. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Logdog? Logdogot megtaláltuk. Beszéltem, mert tulajdonképpen együtt dolgoztunk. I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. Vagyis kíváncsi rá. I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. I... of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. Again? I do. I thought you might be just the person Dorothy to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. It's her? Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I stayed with Joss and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiganworld potion. And you could retrieve something of mine. Jó, most talán régi levelekkel és hasonlókkal. A box, full of old letters and such. Elhagytad ott a levéldoboz? Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there.
probably terribly theatrical. Ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Okay. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiganwell potion on hand? Dot's a skilled potioner. She's been supplying traveling vendors with Wiganwell potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aiden was bringing the box of letters to Dorothy me. Dorothy, csak egyszer sarkát megforogni háromszor, azt repül haza, nem? You'll find vagy hogy volt az? North of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Oké, akkor jön a repkedés. Kimegyünk eme ajtón. Az invító mindig jól jön. Oké. Nem ártana gyűjtenünk a Demiplás szobrokat. Mert hogy egyből 2-3 szintű alohobórá kerünk vele. Ezt 3-as, mi? 1-es szintű, na hát akkor csak ide a tartalmadat. Oké. Ott mozdul. Ott mozdul. Meg is van. Így nyíltan. Ahogy illik. Add ide mi van benne. Van Leonocska. Semmi. Errefele. Ja, hogy ide lyukadunk ki? Csak az egy bátor volt, csak úgy keresztül jönni rajta szerintem. Lehető iható. Az a ládika meg egyel arra van. Pedig a Revelion. Megettük a lebegzet. Egy harapással lebegsz. El is megvan. Bűvös bizsere. Ezekről az ízletes édesekről az a hír járja, hogy örgencs hullánkot tartalmaznak. Ezek tulajdonképpen kis sörtebolyók, amelyek elfogyasztásakor az ember lebegni kell néhány centre a földtől. Hát akkor ezek szerint még nem néztük egész alaposan itt körbe. Ez már 2-es szintű zár, oda nem tudunk bemenni. Ez meg a titkos helyre visz, úgyhogy azt se piszkáljuk. Fussunk kifele innen. Yeah. Elmegyünk abba az irányba, azt mindjárt repkedhetünk, cicát most nem simogatunk. Vége a tilalomnak, remélem. Na, milyen messzi tilos repülni már, hát. Itt már nem az. Tab. 3. Mik vannak itt? Oké. Okay. 2. Se nyert kis hangszórót. Akkor álljunk meg egy helyben, mert nem vagyunk képesek célozni dohányzás közben. Előre.
föl. Előre. Ez meg is van. Csak négy. Ja, nem, megvan a dot. Jó. És szálljunk le. Up a hog's field. Now where to find Mrs. Bottle? Adakozzunk. Oké. És akkor megyünk az öreghez, mert ugyebár ott a ő tesójával volt a baj. És akkor most vele beszélgetünk. Nice to see you again, Mrs. Bottle. Actually, Serona Ryan asked if I'd come and see you. Egyből le is buktattuk magunkat. Dear Serona, a gem, has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiganwell potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Bartle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Ez csak egyszerű alkalom, vagy... Pardon? Vagy... Van nálam néhány. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you! How wonderful! The traveling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiganwell potion. Cserébe mi az erőnyerő füldetet 3x3 kapjuk. Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Serona over a butterbeer or two. Those two were always like two bow truckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the barlangba. The cavern is in the hills, just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Okay. Mi volt a levéldobozba? Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Serona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Nézzük meg, hogy milyen volt Serona az én koromban. Serona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Oh, goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Elragadós, törődött másokkal, nice. On her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Ungli szülétől tanulta a kertészkedést. Annice. Thank you, Mrs. Bottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Back. Hold on. Igen. Itt látszik a grafika minősége nagyon, hogy rohadtul le van húzva. Olyan szinte, hogy már engem mint zavar. Viszont... Egy kis felbontás, mert baromira azt látom, hogy nincs, úgyhogy ez inkább kevesebb FPS-en fogjuk tolni, mint azzal, hogy ne legyen. Ugye be tudunk menni amúgy? Simán leugrottunk, nagyon ügyesek vagyunk már, de hogy nem lett bajunk. Meg jó, hogy vissza is tudunk mászni. Ugye ez a 30 FPS körüli szám, ez simán konzol minőség. Hát ide be tudunk jönni kérdés nélkül. És úgy tolni egy Revelliont, hogy közben semmit nem látunk. Eszünk egy kis édességet. Ez a ládika nekünk kell. Lett egy asztrális kék színünk, gondolom. Egy 22 galleon. Hogy előre is meglegyen a pénzünk. Oké. Okay. Megnézzük, hogy itt mik vannak. Az az ár 1-es vagy 2-es? 1-es szint, akkor ide is be tudunk menni.
Nyíltan. Árat mozdult. Mozdul. Meg csom. Mit szemít te? Kötelező kis játék, hogy legyen értelme annak, hogy varázsolgatunk. Ládába egy HD manó falra szerelhető feje, hát örülni fog neki a manunk. A mátkalap. Akkor itt ennyi, tök jó pofaldal. Mó. Tíz. Jó, de meg vagyunk. Következünk, itt lett bent, egyes szintű. Már is észrevettünk valamit itt, mert megszólalt rá a karakter. Na? Be, nem mozdult az előm. Így. Meg is van. Szellemtanyalán. Ó! Itt várnunk kéne estig. Felcsorjuk. A Revelion azt mondja, hogy itt más nincs. Iszunk egyet. Erre fele ki tudunk jönni. Ki hát? Akkor kár voltam, hogy ajtót nyitogatni. Akkor várjunk egyet estig. Én mondó vagyok. És akkor várakozás. Igen. Árcs este. Sávókánk itt van, semmi gond, te nem látsz semmit, ezt a szemiflást csak bukod, én annyit tudok. Köszi. Jó éjszakát. Kis vagyunk. Jó, tegyük egyen lejjebb ezt a minőségi cukot. Na. Közelítsünk meg egy kicsit a szép részhez. 44. Jó. Akkor arra elmegyünk. Térkép szerint oda, az nincs is messze. És itt van egy Merlin próba is. Oké. Itt nem tiltott a repülés, úgyhogy seprőre pattanunk. Átrepkedünk ide. Nekünk kell, az lejjebb van. Én nem láttok semmi. Oké. Okay. Nem try volt az bácska, kapott halsz. Ugrani akartam, nem sikerült. Azt kapta halsz. Nem lövöldöző. Repüljél föl. Azt kapta halt. Hol a következő? Ott vagy. Kapod. A szeletelővel gyorsan halnak. De van még, ahogy hallom. Ahogy látom. Erőnyerő földet visszajött. Ott vannak ketten. Meg ott vannak ketten. Oké. Illetve az éjszaka nem a haveratok. Oké. Szerintem gondold át az életedet. Oké. Okay. Rossz helyen vagy, bástya. Jó, megmakkant. Arrafele
Én nem mi van? A... Miért kell minket? Ez meg benne van a földbe. Azok ott annál inkább érdekesek. Arra fele milyen enemi van? Infernusok? Infernusok? Azok nem kellenek nekünk. Őt leesett, hogy begyűjtjük fel a négy galeont. Többi meg ott van fent. Oké, okay, nem látsz nem van. Azt élsz? Amire megmozdult, meghalsz. Ennyi kapjátok, halljátok. Tüntükkel feléig megmakkantok. Oké, okay, és tohonya turka üregbelépés. Ugye kell jönnünk. A minden igaz. Need to visit the cave to find Serona's box of letters. Perhaps I'll find more hawk lumps while I'm there. Better have a look around. See about the hawk lumps and the box of letters. Ez is erre lenne, jól van. Elmond a tohonya turka. For now, Mrs. Sprottle should be pleased. Hol van még itt elén? Ez is jöhet. Nézelődjünk kategória, az ott, berobbantható, a seprő nem használható, pedig itt jó lenne. Legalább ki tudtuk mászni. Csináltunk itt egy kis pényt, de iskolai egyedül a kockás mellé. Támadozó hálóruha. Revelio. Itt más akkor nincs. Oké. Na, Revelionod. Arra föl. Amúgy nézzük már meg, hogy milyen ruhákat szereztünk most. Már ennyivel jobbak. Lett párcamarkolatunk, ez a kék. Ez a legjobban a rásimuló, ami nem a gyári üres. Oké. Okay. 53-49. Értelemben ő nyer. Fejfedő. Gyengébb. Oké. Okay. Kinézetet változtatunk. Még hozzá erre. Így. Gyűjteményekben lett ez a dúj. Akkor itt az. Itt ugyebár a griff, illetve a tirikol. Tirikolt néztem elsőre, ha jól emlékszem, meg a bőnékszerűségnek, csak kékbe. Illetve itt van a murmán. Murmán csak macskaszerű kis bestiák, fülükön feltűnő nagy farkú oroszlánéhoz hasonlít, okos önálló esetenként agresszív vállalatok, de ha megkedvelnek egy bosszaklenti varellót, remek házi kedvencekké válhatnak. Különleges képességek közé tartozik, hogy felismerik az alattomos gyanús egyéneket, ráadásul ösztöneivel képes hazavezetni az eltűvett gazdájukat. Nicece. Itt pedig meg lett a robfej, mármint kobortfej, és egy. Jó. Ott esiknesek lettünk. Revelio. Tetszik a hely egyébként, baromi barellatos az egész szisztema. És ilyenkor ilyen kis küldiken belül bőven meg vagyunk a 60 frame rate-tel, szóval
nem csak szép tud lenni egyszerre, hanem jó újra. Tehát lezugtam volna, az fájt volna. És egyszerűséggel szétszedünk mindent, ami nem ide való. Más nem bújik. Úgy, nem kellene neked akoda. Ez egy irányú útnak tűnik. Itt elmászok tepe az irányba. Akkor itt van valami zsák. Na ide lejutottunk. De nem, ez alapkal, ez egy pincerész. Itt van egy azonosatlan öltözék. Egy kis galleon. Preparált falra akasztható akármi. Még egy kis galleon. Még egy kis money. Super gazdagok leszünk. És itt más nincs. Jó. Akkor get out. Szablatjogunk. Nagyon komoly karakterünk van, hogy nem fájdom meg a háta attól, hogy lekuporodva rohangászik. De nem baj. Elvégre még fiatal. 5 évesen elvileg be fiatal, de jó, hogy egy troll. Avoid it altogether. Ajándék. Nem tudtam el kontrollordni. Jó. Maradjál veszteg. Oké. Okay. Ügye kaptuk. Na jó, elég belőled. Nagyon kaptuk. Tuss el előre fele. Úgy. Ja, mert azt mondja, hogy fogjuk és a csomóját rakjuk a fejére, de nem tudjuk. Y. Hú, de kaptunk egy tarkonvágást. Az se semmi. Oké. Okay. Nagyon kaptuk. Oké. Okay. Hát nem nagyon kapja, ha. És nem tudtam időbe Y-on adni rá. Azt ott kérem. Szóval anélkül, hogy ilyen rohadt nagy range-et legyen. Adja el meg fele. Adjál meg! Pusztulj! Ja, hogy te 25-ös szintű voltál! Köszi! Tuki vagy! Szerintem ezt még Londonban is érezték. Oké, okay, jó pofa vagy! Már nem tűnt föl, hogy amúgy ez a küldetés erősebb karaktert ad ellenünk. Rótakonyból is lett pár darab.
egy kis money is. Lett egy boszorkány füllevelünk. Legalább három erőnyerő füldettel kevesebbek lettünk, annyit használtunk el. Csodálkoztam volna, ha be ragadunk. Oké. Menjünk be itt. A gyűrűtségek folynak. Jó. Hülye. Tovább. Lumos. És Lumosszal megmentjük magunkat. Ha már használjuk az agyunkat az ördögkurok ellen. Oké. Te is kell lesz. Te is. Ládikába egy kis mangyítos, illetve ember látunk, szóval annyi extrát nem nyertünk ebben. Másik. Lumos. Semmi. Oké. Mehetünk is vissza, de nagyon gyorsan menekült a fénytől. Éppen itt kijövünk. Én a rendszer szerint ebbe az irányba megyünk. Tudnátul kinyitjuk. Ezt itt begyűjtjük. Sokan hagytak el itt Hanit. Azt kell mondanom. Ti mókusok vagytok. Általános semmi extra. Akkor gondolom az ott egy. Expelliarmus! Ilyenre váró. Adalkod, oké. Érdekes életet éltek. Jó, az olyan erővel támadtunk, hogy a fizikát is elfelejtette a játék. Kedves Szírónak, amikor megérkeztem ide, a nyugtalantól érdésem támadt, sok tekintetben nem vagy olyan, mint a többi első éve. Bevallom, aggódtam, hogy Roxford talán nem megfelelő hely számomra, és pontolgattam, hogy még az első tanítási hét vége előtt küldök egy bankjét a szülémnek, hogy jöjjenek értem. Honnan tudtad? Feltételezem nem végeztél titokban legilimenciát, ugyebár ez a gondolatolvasás, de csodálkoztam, hogy jobban ismerd a gondolatomat, mint én magam. Annak a három seprűben, amikor észrevettél a sarokban kuporogva, bénultam bámulva egy érintetlen bajsört és egy üres pergament, ahogy a tollamban szánalmas köpögött a tinta a padlóra, és oda jöttél, hogy leülj mellém. Nos, azt soha nem fogom elfelejteni. Emlékszem egy váratlan megkönnyebbülésre, mintha valaki egy lebegtető bibajt vetett volna rám, amikor elmesélted, milyen ideges voltak, hogy Roxfordba jössz. Rád néztem, és úgy tűnt meghaladja a képzelőerőm, hogy bármi másnak gondoljalak, mint egy előttem ülő magabiztos elégedett boszorkánynak. Következő napokban csodálattal figyeltem, hogy elbűvöltél, mármint nem mágikus értelemben, mindenkit magad körül, bocsánatkérés nélkül felállva fel önmagadat, és elfogadva másokat. Olyan volt ez számomra, mint egy gyertyalánk fellobbanása. Ez egy durva lett volna, felrobban a gyertyalánk, nem mindegy. Rájöttem, hogy én is választhatom ezt az utat. Most, hogy az iskolás éveim véget értek, ez a rémült első boszorkány, aki voltam már nem, és evilágnak tűnik. És tudom, hogy ez csak is azért lehet így, mert te megláttad magadban a kétségbe esett teremtményben a kocsma sarkában, és olyan nagy lelkűen tártad ki ezt ívedni. Őszinte tisztelettel, Mirabel. Utóirat. Kérlek, mondd meg Miss Spottlnek, hogy még mindig tervezem meglátogatni őt, és Mr. Spottlnek is, amint csak tehetem. A kellemes beszélgetésért és szégyenkedés nélkül beismerem, hogy páratlan pondéros kertszékért. Nem, hát akkor elmondja a küldetési rész. Hát az a sok mindenből egy. Biztos, hogy van. De ott állat, nem. Azt hittem állatka, de... Jó, ilyen. És akkor a következő az hol van? Ott vannak lám. Oké, haszúfüg egy gyümölcse. Ilyenünk még nincsen. Megfajtó fűszára. Fejlődött egy küldetésünk, anélkül, hogy tudtunk volna róla. Érdekes.
És amúgy oda kell menni. Itt bármi. Itt semmi. Még egy troll? Nem. Csomó. Szurkalé. Egy kis hordkő. Direkt nem nyitjuk meg ki. Oké. És akkor ez egy mellékes rész. Terét szürke öltözetet találtunk. Nekünk útvonalilag abba az irányba kell visszamenni. Oké. Ez megvan. Akkor erre tovább mehetünk, és akkor itt lesz a küldünk. A Revelion fölfed. Ó, mennyi papír. Kedves Szirona, hálám jeléjű, ezt a kis ajándékot idéztem neked. Ha nem álltál volna ki mellettünk a múlt heti Quidditch edzésen, lehet, hogy végleg ott hagytam volna a csapatot. És most megnyertük a Quidditch kupát. A Hollohát háza nem lenne ugyanaz nélkül. Őszintén tisztelettel szín. Kedves Szirona, egy-egy ilyen üzenetet küldtem Mr. Sprottlenek és Mrs. Sprottlenek. A vendégszeretet kérde, szükséget éreztem, hogy tollat ragadjak, mivel köszönetet szeretném mondani neked is. Nincs olyan kellemes kikapcsolódás a kastélyon kívül. Nem fogom egy hamar elfelejteni, hogyan vihogtunk az a nevetséges kerti törpén. Tényleg azt hitte, hogy éneke? És Mrs. Sprottle sültje és verse pástétuma egyszerűen pompás volt. Napokig fogok róla álmodni. Mesélj, értékelem, hogy engem is bevontál. Félek azonban, hogy figyelmeztetnem kell téged, hogy ez nem azt jelenti, hogy a jövő heti mérkőzésen kíméletesen bánok majd veled. Tudod, hogy a Hollohát egyáltalán mellemfüle Mardekának ebben az évben? Hát, szívvel üdvözöllek, Filoména. Arra még vannak ilyen felvehető. Megvan a doboz. Oké, kedves Szirona. Boldog születésnapot kívánok, drága barátom. Belopóztam a konyhába és megkértem Fenkit, hogy készíts el a kedvencedet, a málnás krémsajtot. Örömmel tett eleget a kérésnek. Nem tudom, honnan van málna ebben a évszakban, és én helyesed a Fenkit. Vesz. Tudicsó? Oké. El kell vinnünk neki a levelet. Doboz. Kedves Mrs. Sprottle, apa és anya örömmel hallották, hogy múlt szombaton az aranytallárba töltöttük délután. Az igazat megvalva azt hittem, anya kísérig volt. Nem fogom egy hamar elfelejteni, hogy szívből nevettünk azon, ahogy az új ruhám fűzét próbáltam befűzni. Valóban kihívás volt. Mint hogy az is, hogy a kaput kalaptű helyes elhelyezése is meglehetősen kényes feladat, anélkül, hogy megsérülne a kalapon vagy a fejem. De imádom mindazt, amit kiválasztottunk, és önnek köszönhetem, hogy most már csodálatosan divatos boszorkánynak érzem magam. Az is nagy élmény volt, hogy a három seprűben vacsoráztatunk anélkül, hogy le kellett volna takarítani az asztalokat. Egyszer majd nekem is lesz ilyen helyem, emlékezzen a szavaimra. Több mint szerencsésnek tartom magam, hogy ön és Mr. Sprottle megengedték, hogy maradjak. Tudom, hogy a szüleim pontosan ugyanúgy éreznek. Hálásan köszönöm, Szirona. Oké. Szirona will be glad to have this back. Szirona boldog lesz, hogy visszakapja, és itt is van a kijárat. A tiltott rengetegbe, úgyhogy ki is maxoltuk ezt a helyet elviekbe. Ha minden igaz. És akkor még egy kis tovany a turkalé. Csak hogy abból sose elég. Oké, egy kicsit futkározunk, mert van itt meg begyűjteni, mint például gombácskákok. Oké. Ahova mennünk kell, az 400-ra van. Egy tab 3-assal felszállunk. És... mi van itt? Azon kívül, hogy ebbe az irányba kéne felfutkároznunk. Revelio. Jó, az messze van tűnünk. Abba az irányba, enemik. Nem tudok leszerültem. Na de egyből ide, ezek infernuszok. Nekik tűz kell. Meglevettetünk. Az őket nem nagyon fogja meghatni, hogy nem látnak. 23-as szintben. Jó, fussunk. Felvettük.
Confringo. Sikerült. Kapja a hal. Ezt felvesszük, ezt is felvesszük. Oké. Kicsit távolságot tartunk. Égjél meg. Maradjál vesztek. Kapta hart. Tudom, hármas. Nem nagyon hatotta meg. Akkor egy gémen. Rebegjé. Ez a földhöz. Oké. És túlon vagyunk, kérem szépen. X-ekből. Nem tudom, hogy ez a jövőben hogy fog-e fejlődni, vagy csak simán rengeteget fogunk kapni belőle. A jövőben még inkább tudjuk használni. Hármas szintű dár. Oké. Talahomor a legmagasabb szintját. Azon vagyunk, hogy a szemiflázsokat összegyűjtsük. Elég szomorú ez a táj. Úgyhogy ki is adjuk ezt a helyet, simán átrepetünk felette. Jobban. Balgom. Oké. Nem lehet itt belépni. Repülünk. Ó, mit láttam ott. Gyere csak ide. Oké. Elvégre nem véletlen van nálunk egy beállítva a varázslat. Az ott micsoda bent. Ezt kinyitjuk. Ez is faszemüveg. De besétálunk. Come on inside. Oh, watch yourself though. Let's hope you leave here alive. De árulgat, és akkor neki meg kell. Ilyen. Lumos. Ez itt van a ház túloldalán, kérem szépen. Oh, I can't believe it. Oké. Okay. Most lát. Igen, lát. Most nem lát. Igen, mi így nyitja ki magát. Akkor így nem tudja magát bezárni. És nem, ja, 500 pénzt kaptuk. Jó. Mi van még itt? Látik a öreg mögött. Nem veled akartam beszélgetni. Sorry, I'm in a bit of a tizzy. Okay. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than four to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but Madame you may Green. Address me as Madame Green. Welcome to Dobby the Death Trap. Okay, so well, akkor ide kellett jönnünk alapból. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stalk so many of the little dears. Except, of course, for curses, and well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you, don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Okay. Azt mondod, valakit meghalt? Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Tényleg szerencse. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. Kicsit őrült az öreg lány, nem? Köszönöm. Egy elárult. What do you have for sale? Mi be kell gyűjtenünk tőletek sok mindent. Magas erszények. 150-be kerül. Mérleges csáp. Mandragóra. Kínai kapfogó káposzta. 600, 800, 1004. 2000. 450. Oké. Okay. Nem lőtt rá egyet. Mérges csáfú, mandragóra kínai kapcsoló. Na jó sokba kerülsz. Egy. Kettő. Három. Négy. Egy. Kettő. Hát. Cserébe vegyél tőlem olyat, amit nem használunk.
Oké, fogakat ad a kémiai káposzta, kémiai kafogó káposztának. Semmi, de nem baj. Ez se kell. Then you'll have to make do with money. Kérdés. Ez se kell. 64-es védelemnél erősebbek vagyunk. Oké. 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 Nem baj a pénz, egy jó része visszajön. Oké. Ez is. Itt a többi marad. Lupus védelem. Sötét kacsok kevesebbet sebez. Vicce. Jó. Oké. Kicsitve. Szeretném kinyitni mögötted a ládát. Igen, eltüntettem őket. Köszönöm, egy Roxford Five csíkos tallár. Szeretném, ha megvennéd. Edit. Csíkossá, bocsánat. Oké. Képes akkor neked. Szerintem kint van a ház mögött. Mi mindjárt megszerezzük. Igen, elpáholtuk egy trollt egymagunk, sőt, meg adom túli. Szóval itt a kémény. Ha a tipp nem jó, akkor valahol itt lesz. Itt is van. Ja, akkor veled valahogy úgy le kéne sétálni, hogy ne feszítsünk el. Így. Így. Azt hittem Inferus áldagál itt, lol. Akkor így bemegyünk ide. Oké. Mérges csápfű. Jó. Ez is megvan, kérem szépen. Oké. Mindent is megoldunk, kérem szépen. Valami még itt van. Itt is, né? Jól gondoltam, hogy lesz valami. A kutya benge és galóca pálya. Ez a nagy kacskarom kanyargós ágú fa tartja a kutya benge és galócaból tetejét. És tényleg? Ó, oh, ott egy láda fel. Hogy nem vettem eddig észre. Más nincs. Nincs. Revelio. De bentről láttam. Hol van akkor? Oké. You did away with all those dark wizards. Okay. I can't believe it. Itt dárva, szóval mindenképp valahogy oda be kéne jutni. Abba. Karakterünk nem akar mászni. Moment. Úgy dönt, hogy ez nem megmászható. Szerintem meg is ugorható, nem csak mászható. Ugye ezt pét szétsz bevelve csak följutunk. Kukucs. Azt nem mondta, hogy ott be kéne törni. Hát pedig ez mindenként. Jó, vak vagyok, és világtalan, ott van, ledárja magát. Oké, elaludt. Reméljük. Kinyitva még egy 500-as. Oké. Már meg is érte foglalkozni vele. Esél le. Nem hajlandó leesni. Azt mondja, hogy arra nem potyog. Hó, erre futunk. Egyébként itt már repülni tilos. Nem úgy mondasz bármit, vagy csak itt ácsorogsz. Headshot. Simán keresztül lőttünk rajta. Semmi gond. Gyere csak ide. Oké. Okay. És ott egy ládika. Aki figyelke? Aki figyelke? Recs egy 500-as újra. Köszönjük. Adományát. És meg a szonta van. Oké.
Igen, miért álltunk meg? Oda menj, ne csinálj! Mondta a karakter, és sírva fakadt. De bemegyünk. Oké. Van itt valami, amit kell tehát nekünk. What do we have here? A demigod. Demiflázs. Hol látsz a demiflást itt? Hát, hogy veszem, jó, hát akkor egy újabb esti várás lesz, kérem szépen. F-betűz. Facegon. Mind now, demigod. Zenyém vagy Semiflázs, a karakterünk. Jó, így elértük szerintem a hatot. Szerintem igen, hat van belőle. Még három kell. És hogy állunk amúgy a madamnak a cuccaival? Az megvan. Szeretd meg mindhárom harci növényt, és használd őket egyszerre. Szerintem flippendót kapunk. Akkor is beszélnünk kell majd. Oké. Ez semmi, szia. Csak így béka se kell most, in moment. He'll see it was a mistake parting ways with me. Ad a lakadabra. Yeah. Alapból nem is voltunk veled együtt, úgyhogy nem tudom a hiszkit tárgyát. Oké, okay, meggyüttünk. Gyere, fogadd el, amit hoztam. Másik nincs. Gondolom öntisztító asztalok, amit csak itt poénból át törölget, a szép fényes. Hello, Sorona. Jó híreim vannak. I was able to provide your friend okay. Mrs. Bottle with some hall clumps for her Wigamell potion, and levéldobot minden játsz. Box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. Oké. Okay. Kérdezhetek a dobozban lévő levelekről. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. Marble, Mirabel, valójában Garlic professzor. I saw a letter from someone named Mirabel. Is that Professor Garlic? It is. Still one of my dearest friends. Okay. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind. Vagy mi? Especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabel, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. Benne voltál Quidditch csapatban? One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Három évig fogó volt. For 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team down. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. Ő is hollóhártes király. Na mindegy, szurkoljunk együtt. Miss Sprottle és ön valójában olyan közel álltak egymáshoz. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. Okay. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness and that of so many of my friends got me through, well, got me through some challenging times. Nehéz időn át segítette őket, az szép. Akkor örömmel segítettük mi is. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her okay. And Aiden. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Kaptunk hordópolcot, és szintet is léptünk, és hogy mindenki arról beszél, hogy mi győztük le azt a trollt. Könnyű volt ősi magikával, kérem szépen. Minden esetre Hajime. Akkor. Csillannak itt a dolgok megfele. Be tudunk jönni? Be.
Viszont nem itt van, amit keresünk. Akkor ki is megyünk abból a lendülettel, nem zavargászunk. De be tudunk jönni? Be. Ahol szinte nincs semmi. Jó. Nice, hogy észreveszik, hogy mi hol van. Errefele eljövünk. Nem jövünk el errefele. Ez nyitható? Nem nyitható. Rumpli főzelék az, hogy szemiplázsot keresgél még, de azon túl, hogy éjszaka van, nincs nyoma semmi. De kinyitható vagy, oké, nem is tudom hova jutok be. Ja, itt lehet venni üstöket. Itt láttam itt hátul, ami nincs ott. Semmi. Csak ki tudunk jönni. Ott egy ládika. Ott be arra. Meg is van, elegáns iskolai köpenyért érte. Itt van egy rák. Veszés dörcsorik, mi vagyunk Chuck Norris. 47 galleoni összetörtük az egész cuccot, ahogy van. Hát meg itt mocorom. Oké. Okay. Yeah. Na jó, nem az a sárkány. Oké. Okay. Egy ládika. A ládika bezárja magát, ha látod, azért szemem van. Csak úgy lehet kinyitni, ha valaki a gazdája, vagy éppen nem lát. És már 500-dal gazdagabbak lesz. És tűköl, mint egy kis kutya, hogy akkor ő most ki van és hogy van. Valamit pedig, de nem tudom mi. Hallom, de nem lát. Hang alapján próbálok menni, hogy valaki csinál el, de az ott lent. Berlin próba. Kicsit fájtott. De csak kicsit. Jihá! Szél. Begyűjtöttük. I know what that means. Beaktiváljuk. Csak hogy nicce legyen. Ott egy csomó kis kavicsot láttam, amiket szerintem le kell zúgni azokat. Épp hozzá. Nem így. Simán szét kell törni. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Arra is van. 9 kellett hozzá, megütött a Merlin próba. Eddig nicce. Revelio. Oké. Okay. Arra fele vannak. Istályok. Ezt szét lehetett csapkodni. Oké. Okay. Itt már lehet repkedni. Bejebb jövünk. Ott van Roxford, arra pedig Roxford. És itt van valami. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Le lehet szállni, főleg a jó helyre szállunk be. Itt is van. Csoki békák. Valószínűleg egy a Roxfordból látogató diák vagy a hátrendeket a megbűvölt idegségeket, amelyek úgy ugrálnak, mint a valódi békák, ráadásul mindegyiken egy-egy híres boszorkány vagy varelló tábláduló gyűjtőkártyáján. Jó, hát ezeket most akkor nem gyűjtjük, ellenben viszont simán ez már a felföld. Hogy süti. Jó, nyomjunk egy mapot. De azt mondom, hogy küldetik. Oldas ember. És mutasd a mapot.
Őnek itt van. Ezt remélem nem 18-at kell összeszedni, csak 9-et. Egy szemiflás szobor van a déli szárnyból. Tíz szemiflás szobor van összesen a Roxfordból. Három van kapásból a asztronómia szárnyba. Derek, Deke meg akar tanítani az elkap zsák használatra, ami elvileg ezzel menthetem a legendes állatokat. Jó, hát akkor váltsuk hát erre a külire. És a csillagbüttyálló helyet Hűbáj tanterembe teleportálunk. És akkor elkezdünk körbe kukucskálni, mert hát este van. Így a szemiflás szobrok haverok lehetnek. Erre nekünk még kell három. Rebellion. Ott van valami. Nem itt van, hanem öt bent. Rebellion. Ennek itt semmi már. Confringo, Levioso, Defendo, Descendo. Lumos. Nem is sehonnan. Incendio, Expelliarmus, Glacius, Defender. Úgy látszik, egyik se kell neki. Na mindegy. Mert ha itt nézünk, akkor csak ide jutadunk ki. Nincs semmi. Az, aki már ebben a magasságban van. Például valahogy be kéne jutni. De nem tudom, hogy jutunk oda fel. Talán itt. Egyes szintű zárat ki tudjuk nyitni. És van. És itt is van. Így. Éppen megvan. Így bejutottuk egy olyan szárnyba, ami viccel. Látszik ládika. Másik ládika. Meg egy levél. Tehetséges osztálytermi játékok. Röptető lecke javasolja a tanulóknak, hogy röptessenek téglákat megemelt karikákon vagy hasonlókon keresztül. Lefegyverezés és kitérés, a kapitulátus és a reflexek fejlesztése. Célbalövés vissza az alapokhoz a megbűvő gyorsan mozgó célpontok varázslatokkal való általálásával. Oké. Okay. Bőrkabátot fölkaptunk, és itt hova lyukadunk föl? Ide lyukadtunk ki. Ahol van egy ládika. Meg egy. Kettes szintű zár. Akkor rögtön van, ott van benne szemiflás szobor, mert akkor pont az az egész hátrány, hogy azt kéne nekünk, de nem tudunk vele mit kezdeni. Jó. Akkor majd egy orrontó futkász. És szimotolja a organát, vagy milyen vidágot. Itt már semmi. Lehet, hogy Roxforton kívül könnyebben találnánk amúgy szemiflás szobrokat, de egyebben az irányba kezdtünk el mozdulni. Itt hozzá a küldetés, mert ez kell az állatbegyűjtögetős. És tényleg a csillagvizsgáló toronyba kell följönnünk. Rebellion. Mit hall? Látni nem látunk. Meg elvégbe elként látunk. Jó, hát ez itt a szükségterme. Ja, Derek az a... Az. A manó. Vagy kobold, vagy mi ő. Már elvégbe házunk.
Deke. Ah, Deke is so happy to see you. And Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. És mi belerepülünk? Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howland said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Okay, megmentjük az összes állatot. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack. Ahogy működik az elkapzsák. Okay. Magától követi. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find. Sármas kastély területén kívül lesz, indulhat Derekkel, Dickkel vagy. Hogy szóljon, hogyha készen. Hát, menjünk. Elteleportálunk. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Dick loves an outing. Csak kirándulunk. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Undok, Dick hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Rá használjuk, és ugyebár itt a golymókat fogjuk elkapni szerintem. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. Hatalmas porszívó, király. Jó. Elkapzsák. Kitárgy feloldva. Azt ide át kell raknunk, így a... Belőle kettő van, úgyhogy ez ide. A reparót ide rakjuk. Revelio. Nem mutassátok magatokat. Elég golymok megborul. Do cooperate, won't you? Együttműködne? Ezt. Egy rossz gombot nyomok. Jó, de rosszad az irányítás, te. Megvan. Egy. Hogy egyszer megnyomjuk és hurra. Megmentett legendes állat. Egy. Kihívás feloldva. Tízet kell megmenteni. Tíz ugyanolyan ér. Vagy 10 különböző, nem? 10 ugyanolyan ér igény esetén. 3. Golymók 6 sereget fogunk létrehozni, a mondó vagyok. F. 4. Nincs is itt összesen 10 állat szerintem. Revelio. Van. F. 5. Professor Howard will never believe this. Nincs megcélzott állat, dehogy nincs. Meg vagy te is. 7. Ah.
más valaki, senki többet harmadszor. Hipogriffet is be lehet itt gyűjteni. I managed to rescue a Puffskin. You can rescue okay. as many as the knapsack will hold. Mennyi fér bele a derkazsákba? Capture Puffskins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Not all beasts will be as simple to rescue as a Puffskin. Deke suggests you next find a beast that can fly. A Jobbernol, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Okay. Yes. Messzebbre nem tudtál rakni. Na nem baj. Elgyorsulunk. Éppen repkedünk. Adatokat begyűjtjük. Titeket nem lehet. Akkor repkedjünk följön. És díjk ahelyett, hogy dolgozna, itt ácsorog egy nappal látéve. Na hát toljuk tovább. Hello, Deke. Should we continue? Oh, good. Deke was worried about you. Környéken olagodó vadorzatnak, egyet se láttam. Perhaps we should work quickly. The Jobbernols are just here, in this large tree. Jó fókusz a hátteret, alig láttuk. Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Ami ezt lelassítja őket. Easier to get in close and use the knapsack. Mi van, nem tudok állatot? What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment vagy and they should return. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, okay. it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Okay. Ilyen volt egy vadordónak dolgozni, mondta rossz emlékeidet el. Like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts, and make amends for the things his master made him do. Okay. Then I shall go and rescue a Jobbernol. Good luck. Deke will be waiting. Tehát, hogy jönne velünk egy szét Kámehámérnál összeset, ahonnan azt hallan. Akkor módosítsunk a varázslatokon. Te vagy a Wingardium Leviosa. Oké. Okay. Terk azt szeretné, oké, okay. Leviosát kéne használni. Állaton. Azaz azt a kettőt meg kéne cserélnünk. Az kell nekünk. Ide egy ilyen, akkor meglátjuk. Itt hova tudunk állni. Akkor már ennyire vakegér a karakterünk? Oké. Mondom ezt. Nem reagált elsőre. Meglen. Kik? Gyere vissza! Ő csórikám kapta! Megmutattuk neki, hol a leirány! Oké. Okay. Szegény. Gyere ide!
két szelep kell a földek szerint neki. Oké. Okay. Így ne repüljél. Kétszer kell. És már csak egy kell. Csúrikám kapott egy lett. Véletlen elgörgettem és a négy és földön vágtuk a madarat. De mindegy. Így jó. Kéne valamit még találnunk, mert sok itt a üdvük. De ahogy látom, nem nagyon hajlandó a karakterünk semmire. Csak hogy jó legyen. Oké. Keresünk más állatkert. Szerintem legközelebb alába ugodj le. Hármas. Egyet. Gyere vissza. Na. És kirepül a grafikából. Mekkora egy surmó? Akkor te nem odduljál meg fele. F. F. I. Ő a tizedik. Kihívás meg is van. Figyelni fogunk rá, azt mondja. Gondolom még lesz több kihívásunk ebből, úgyhogy annyira nem sok ez. De le tudunk szállni, csak akarni kell. Na. I rescued a Jobbernol. Deke hopes your Jobbernol finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of. A herd of moon calves. Hol they live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Okay. Deke ott vár, azt mondja. De akkor elvijek be a legendás lények karakter is ilyen elkapt zsákot használ. Oké, oda nem lehet berepülni. Itt landol. Itt már is kapunk egy kinyitható gyors utadási pontot. Holdborjú élőhely, holdpont hozzáadva. Ott a holdborjú. Látszik. Igen. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Jó, hogy kerültél Oxfordba, ragadt a magyar. How did you end up in Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his households were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. Okay. I shall go and find a mooncalf then. Deke will be waiting for your return. És akkor jön a éjszaka. És akkor nyomjunk egy M betűt. Jev betű, egy spacét. Oké. Okay. Meg a holdbordjakat. Mi lenne, ha mondjuk láthatatlanak lennénk? Ha már annyira borjudunk, vagy ott csak szarvas. Holdborjú. No need to be difficult. I mean you no harm. Egy, kettő. De nem áll.
álljál meg fele. Egy, kettő, három. Jó, hát őket nehezebb elkapni, mert... Egy, kettő, három. Megvan. Nagy lassú a leviószám egyébként. Kettő. 20-at kéne begyűjteni, de kettő elég lesz, az már egy pár. Maradján veszteg. Egy, kettő, három. Úgy. Jó, más van itt. Ládika. Amiben egy narancssárga gőte szemüveg van. Te is jól leszel alapanyagnak. Kettő, három. Ellenállás nélkül lett a haverod. Te is horborjú. Nem tudom, mert horborjú a neve, mint úgy néz ki, mint egy mennyét. Oké. Másik, ott van még egy. Nem, nincs. Ott már csak kapu. Oké. Azzal meg is vagyunk a küldeidre. A bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Ahogy kell. Oké. Oda. De van közvetlen... kéne lennie. Közvetlen egyébként idéknek. Gyors utazási pontunknak a szükségszobájába, hát nyitottuk. Vagy csak elutazni tudunk onnan, és adé van adott. Off on another adventure, are we? Mindenképp. Eljövünk innen. És akkor itt a folyosó. Ide belépünk. Felvégbét lesz egyből jobbra. Jó animációt kaptunk. There you are. Now, we need to show the beast you rescued, then you home. Kell nekik új hely. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Okay. Már van értelme a szükségszobájának. Most jön a gondol-gondol kismadár. What exactly did you think? Mire gondoltuk? Még egy külön üvegtál. You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Nem biztos benne, de egy módja van, hogy kideríteni, ha felmegyünk. Meet you inside when you're ready. Azt mondod, ha készen állunk, vársz ebben. Egyébként még mindig itt vagy kín, úgyhogy hazudtál. Az az egyik. A másik, ott van a gyors utazási pontunk. Valahol. Itt. Szóval azért nem értem, az miért nem működik. Akkor majd felszerelésnek adonosítjuk is. Novemberi fesztiváli öltödet. Király! Oh dear, Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. Nem tudtuk, hogy a közelben vagy. Kamerával tudtuk egy darabig nézelődni, és bejutottunk egy helyre. It's amazing! Where are we, Deke?
It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Hát akkor valószínűleg egy ilyen van bent. Rebellion. Ott ki tudunk menni. Nem, hogy semmi más. Á. Oké, és egy csomó golymók van itt. Madár. Kőtékből van egy csomó. A hordborjukból. Egy, kettő, három, öt. Madárból négy. Folymunkból a 6. Oké. Okay. Én csak egyesével le. Az már fejet vág. Nem maradt a napinszkénről. Az már repül is. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed, I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskin hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. Na hát akkor akció RPG-ből átmentünk állatgondozóba. Legendes átgondozása olyan arnyomoknak lehet szert, amelyek felszeresett mágikus tulajdonságokkal láthatod el. Általános gondozók nevet kiváló eszközök állatok gondozása. Nyom T-t, állattal ad el idő, jó. Vártunk. És akkor egyes. Wonderful. Már örülök, pörög ezerrel. Hát nem hittem volna, hogy ilyet is tartalmaz a játék egyébként. Ugyebár ez egy plusz játék a játékban. Relatív egy farm, látod. Oké. Okay. Jön most nagyon örül magának. És akkor add ide a szörmédet, meg is lett 3. 25. Oké. Okay. Heted és vésül meg az állatot, hogy cserébe olyan mágikus lapanyagokat adjon, amit felszerelésed fejlesztésére használhatsz fel. A golymók kerek és bolyhos állatok, elég puhák a dölelésed, ugyanakkor túl kemények ahhoz, hogy dobálni lehessen őket. Szinte bármit megesznek, de a kedvenc eredetük a takony. Az nice. Varáló családok gyakori házilata, mert egy egyszerűen és könnyedén tartóak. Oké, hordborjú. Hetesd és fésült blablabla, hordborjú apró borjúra emlékeztet alatt hatalmas szemekül és félénk természettel, tiszta teli hordas részeket megfigyelhető, hogy a holdfényben táncol. Oké. Nosztallag. Nosztallag apró testű kékpettyes óvarevő madár, érdekes tulajdonsága, hogy élete végéig néma, de halál a percben hosszan felkiált. Igen, ebben találkoztuk már. Hát akkor téged mondom, téged. Kapunk. Tessék. Az esetben interaktálni kell velük két dolgot. Megsimogatás és kaja. És akkor lehet tőle begyűjteni a dolgait. Borjú szörme meg volt, te is kapsz egy kis simit, bár a torra nem biztos, hogy olyan jó a kepe. Az állat épp elfoglalt. Tessék egyé. És adjad a tolladat érte. Nincsen. Jó. Azt mondom, hogy há. Ó. Van egy rózsaszín, aki őstény, én neked egy hím. Ha te is kikerülsz, ebből is kéne egy hím. Nem, hím van, akkor egy nőstény kell neki. Kapsz egy ilyen kikosat.
akkor abból kéne neki egy hív. Boldborjú, így, mindegyikből lett akkor kint plusz. Meg lehet őket befélni, etetni. Össze vissza, hol lesz, hol az. Megvan, hogy is kap kefélést. Elfoglalt, te kapsz enni. Akkor te is kapsz enni. Te kaptál mindent? Akarod a képet, nem te még kefélést, amit azt is kapsz. Add ide. Add ide. És te is add ide, így. Mindegyikből egy pár le van rakva, amink jelenleg van. Szerintem optimális, és az idő jövőben szaporodhatnak. Feltételes mód, ha már van szín. Jó. Vagyunk, többit eladjuk. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Akkor meg lettel is upgrade-elve. Ó, perzselő egy. Gyűjtsük be azokat, amiket már megcsináltunk egyébként. Sok. Harcból. Nem lett ilyen. Tesse. De meg lett. Tesse. Tesse, csak úgy simán kapjuk az upgrade-eket, hogy te fel tudjuk kezdeni. Jó, ezek nem lettek. Akkor szükségszoba, állat kell nekünk, pörgencs kaptár idézés, mert ez in moment, zárolt, ez zárolt, többi nincs. Jó, felszerelések terén jönünk, feladhatunk. És akkor van egy eladható, meg egy felfedezésre váró, nem felfedezésre, kicsik vagyunk, hozzá 25 kell. Egy gyengébb, mint a miénk, úgyhogy többit eladogathatjuk. Csak hogy jó legyen. Akkor el kell hagyjuk a helyet. Oké. Liberári felhagytuk. Na, akkor megvan, felfedezzük itt, hogy mit kell. Nincs mit azonosítani. Akkor idézzük meg egy megbűvölt szövőszéket. Hát ez akkor megint változtatunk a varázslatokon, kell egy idéző varázslat. Még hozzá ez. A reparó helyett jó lesz. Itt is van egy csomó minden. Művészeti alkotások. Most dolgok, itt a megbűvölt szövőszék. Mondjuk így. Igen. Csak radon kívül. Vízekből csomó mindenünk. Hordópolc. Hosszan szenvedő háldimanó feje, jól megbecsült háldimanó feje, tisztelt háldimanó feje, öreg, kiváló. Hát a jól megbecsültet felrakjuk oda. A kiválót. És akkor az öreget. Szenvedő az nem kell. Jó, kint van. Három. Ő.
egyébként? Tudja a fene már mind? Oké, ezek megvannak. A szövőszék interakció. Felszerelés tartom, hogy alapértelmet támadó és vagy védelmi értéket. A mágikus nyersanyagot arra használhatok, hogy a szövőszék segítségével tulajdonságokat építhess a felszerelésétbe, valamint ugye már meglévő tulajdonságokat felfejleszthess. Több ugyanolyan kisebb fejlesztés jelentős harci erőt jelent. Újabb legendás állatokat megtetszett az állatok élőhelyének, de akár küldetések sajnos megszerezheted őket, hogy tulajdonságok receptje banditák táborában juthat hozzá. Cool. Csak az a kép, akit ott az elején nem védeltünk, az oké. Sötét porcs védelem. Koboldok kevesebben sebed. Imperió célpontja extrán sebed. Nincs tulajdonság. Akkor csak azokat látjuk, ami nincs rajtunk. Már nem hinném, hogy két kalapot is hordunk egyszerre. Amúgy. Fejlesz felé ruhadarabot. Arcnálóság ez. Hordjuk az arany faszemüveget. Ruhában a házi mintázott tallárt hordjuk. Illetve a November Fesztiváli öltözet. 53 láció. Oké. Nézzünk ki. Ez sem rossz egyébként. És akkor ezt visszarakjuk arra a kinézetre, ami volt. Erre. Arra azt mondjuk, hogy upgrade. Őt. Fejlesztés megtekintése. 0-ról 4-re még a támadás. 3 fejlesztések ott van. 2 nosztal langtól kell hozzá. 1. És meg is lett egy archivement érte, upgrade the piece of gear. Következőhöz kell forecasterme is már. Akkor... aranyszerűket használjuk. Inkább nosztalag tollal. Oké. Okay. Adj egy tulajdonságot valami ruhadarabot. Szerintem az megtörtént, nem? Ha ne tudja. Vagy egyet. Tulajdonságok. Aha. Külön hozzá lehet az elletet. Megnövel prim jó sebzés. Vagy kifindul. Anglia hajítás hiányzó összetevő kirikboltól. Ja, hát a perzselőt azt adjuk hozzá. Megtörtént. Lehet upgrade-elni. That came out nicely. I should show Deke. Legalább azt hordjuk? Igen, azt hordjuk. Egyszer. Van itt még egy örvény barna pálca használatunk. Hibások upgrade előttek, mint a szabálya. Fejlődött egyszer a felszerelése, de abból kettő van meg. Ments meg utálatot. Jó. Ezekkel is foglalkozunk majd. Üteményben. Újdonságok. Nyilván a troll, egyi troll. Ez volt a sima troll, az erdei. Amiket a vértezett trollnak legyőztünk. Akkor itt vannak egyéb dolgok. Itt a megtalált dolgok, a fejlesztések. Itt van a piramidíció, használtunk, perzselő 1.
felfedezett lapok. Itt a Bengegal utca. Nem igazott senki. Nem. Van a csoki béka. Az így full. Párcamarkolat. Édések. Kettőnk beidén. Valami kihívás teljesítése ad. Körülözt a pörgöncs kaptárt. Egy kaptár, ami csak a zümögő pörgöncs befogadásra léptetek, legjobb lenne óvatosan bánni fele. Oké, okay, és állatokból pedig ő, újdonság, ő volt a toru az alap. Vádak is megvannak. Oké, okay, Derekkel beszéljünk. Derek itt áll oldalt. Olvasgat, kipróbáltam a meg a szövőszéket. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful! Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beast you've already rescued. Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Thank you for your help, Deke. Még a kihívás. Kerítést kaptunk. És főküldi volt, hogy ez is meglett. Nagyon nicep. Mentsünk egyet, mert rég mentettünk. Oké. A kihívások között küldetések. Meglett ez. Legendás maszkot kaptunk érte. Folyamatban minden pálya. És ez ennyi. Mit szerintem? És akkor mentünk még egyet. Akkor a mai rész ennyi lesz. Így is beleszaladtunk a 2 órába. Remélem tetszett. Nekem érdekes volt, még hogyha csak alapokkal haladtunk is. Nagyon a küldivel nem. Bár ez az állat elkapós, de egy plusz infoltot adott a játékba szerintem, amit már ki sem néztem volna én részemről belőle, és a tesztekben sem nagyon volt róla szó. Egyes kommentek annól adon csipogtak, hogy negatív értelem, hogy hű, hát annyira nem akarja kiboxolni a játék a szükségszabályához való dolgokkal szórakoznak, hogy az jár. Hát nem tudom, itt a Vivarium szerintem külön egy egész részt megadod, azt, hogy a játékot végigvitted, lezúztál mindenkit, te vagy a legkemény Morello, gondolom a végére, akkor még marad a szabad felfedezési rész, ezt lehet upgrade-elni, gyűjtögetni, és akkor az állatokat is begyűjteni, meg akkor fejlődni közben. Szóval nem csak a folyamatos külön harc, a hobordlázadás, hanem a minden is. Na de egy szó, mint 100, köszönöm, hogy itt voltatok, végignéztétek, és találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!